Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Ez itt a hátam mögött egy 1969-es Mustang Mach 1, azaz a Mach 1, ami a korabeli plakátokon úgy szerepelt, hogy Mach 1, azaz megnyertük, nem is tudom, hogy lehetne jól fordítani. Minden esetre ez az autó a saját jogán is baromi érdekes, viszont ez a konkrét darab itt mögöttem tud valamit, amit nagyon kevés más autó. Elvégeztek rajta egy nagyon-nagyon komoly átalakítást. De ahhoz, hogy megértsük, hogy miért olyan nagy dolog egy ilyen Mach 1-es, főleg ez a Mach 1-es, ahhoz először meg kell beszélnünk azt, hogy milyen autó a Mustang valójában. Már nem ahogy itt Magyarországon látjuk, hanem otthon Amerikában, ahova eredetileg tervezték. Magyarországon szeretjük azt gondolni, hogy amiben V8-as motor van és Amerikából jön, az automatikusan izomautó, így például a Mustang is. De eleinte a Mustang az nagyon távol állt ettől, a Mustang eredeti koncepcióját tekintve egy pony car. Pony car, azaz kompakt méretű, sportos, fiatalokra célzott, dögös és főleg olcsón megvehető autó. És ezeknek a kitételeknek tulajdonképpen tökéletesen megfelelt az első 1964-es Ford Mustang. Gondoljatok csak bele, a legerősebb motorja az a 289-es, azaz 289 köphüvelykes, 4,7 literes V8-as volt 275 lóerővel. Később aztán jól eltávolodtunk ettől, de az eredeti koncepció az ez volt, a pony car. Az amerikai gazdaság nyelgázon pörgött, ugye felnőtt a baby boomer generáció, azok, akik a háború után már igazán jól éltek és igazán volt pénzük például ilyen hobbi tárgyakra. Így amikor az 1964-es New York-i világkiállításon megmutatták a Mustangot, már aznap a szalonokban volt az autó, 22 ezer darabot eladtak a bemutató napján, ez pokoli szám. Utána a Ford tulajdonképpen annyi Mustangot adott el, amennyit le tudott gyártani. Napi 1200 autót, és igazából még ez is kevés volt. Az első év végére 400 ezer Mustang ment el, és ezen a modellen a Ford több mint 1 milliárd dolláros profitot realizált. Ezek többenetes számok. És mindezt azért, mert nagyon jó volt a reklámkampány. Megcélozták ezeket a boomereket, ami akkor még nem volt egy szitok szó, és ők pedig rohantak a kereskedésekbe elkölteni azt a nagyjából $2500 egy pony carra. Ez nyilván szemet szúrt a többi gyártónak is, úgyhogy szép lassan elkezdtek potyogni a riválisok pony carjai, így például a Chevy Camaro vagy az AMC Javelin. És akkor itt most emlékezzünk meg két magyar vonatkozásról, az egyikük Joe Oros, aki részt vett az autó formatervezésében, a másik pedig Charles Keresztes, Keresztes Károly szobrászművész, aki az eredeti Mustang logót megalkotta. Látszanak is ugye nagyon szép mahagóni faragások, amikor nézegették, hogy melyik modell lesz a befutó, hiszen ilyenkor, amikor logót terveznek egy autóra, akkor több vázlat készül, és végül a marketing csapat bök rá arra, amelyik valószínűleg a legütősebb lett. Így nyert Keresztes Károly pályaműve. Nyilván a Mustangból nem lehetett eleget gyártani, viszont közben elkezdődött a lóerőháború, jöttek az egyre erősebb izomautók, Chargerek, Challengerek, mi egyéb, és hát a Fordnak is be kellett szállni ebbe a játékba, és hát azért hiába kompakt autóról beszélünk, a géptér elég nagy volt ahhoz, hogy tulajdonképpen bármekkora motort belerakjanak, így érkezett meg hát egy 1968-as bemutatóval, egy 1969-es modellével a Mustang Mach 1, azaz a Mach 1-es, ez az autó, ami itt van. Tekintsünk erre úgy, mint a Mustang egy rendesen kigyúrt változatára. A legkisebb motor és az 5.8-as Windsor volt, a legnagyobb az pedig a 7 literes Super Cobra Jet. Mennyire menő ez a név már, mennyire szerettem volna olyan helyen dolgozni, ahol ilyen autóipari neveket találnak ki. Akárhogy is 10 centivel meghosszabbították a Mustang karosszériáját, valamivel több mint 1 centivel szélesebb lett az autó, és az egészet áttervezték arra, hogy egy kicsit pengébb legyen, tehát hogy lehessen vele versenyezni, akár pályaversenyeken, akár dragversenyeken, de a lényeg akkor is a több mint 330 lóerős 7 literes V8-as volt. Ezt kell tehát látni, hogy ugyan vannak a Mustangnak rendkívül erős és sportos kiadásai, Amerikában ez azért mégis inkább a tömegek számára elérhető dögös kupé vagy kabrió, tehát nem a dicső sportautó, aminek itt Magyarországon látni szeretjük, az inkább a Corvette meg a Viper. Na de, az első Mustang észbontó sikere után megérkezett a második generáció, amit fantáziadúsan Mustang 2-nek hívtak.
egészen nyomorúságosan kinéző autóról beszélünk, ezen azért már egy kicsit nyomot hagyott az olajválság, és hát mindennél többet elmond, hogy a nem túl dicső kaszni alatt az akkori Ford Pinto padlólemeze volt. Megérkezett a harmadik generáció, ez volt a Fox Body, ez a Fox platformról kapta a nevét, ami úgy nézett ki, mint egy Isten háta mögötti spoiler paradicsomban összeműanyagozott Opel Kadett. De ennek azért voltak dicső megnyilvánulásai, például visszatért az 5.0 típus jelzés, a 5.0. Jött a negyedik generáció, ami majdnem egy Mazda MX-6 lett, ezen a ponton érezhette úgy szegény Mustang, hogy talán jobb lett volna megszűnni, ugyanis tényleg a Mazda MX-6 padlólemezére akarták felhúzni első kerekes autónak a Ford Mustangot, míg nem aztán valaki azt mondta, hogy gyerekek, azért ne legyünk már komolytalanok, és az lett a Ford Probe. És megcsinálták a negyedik generációs Mustangot, amit maga Pamela Anderson promózott a VIP-ben. Egy ilyen szaparra emlékeztetett, amit már nagyon sok ember használt, és egy kicsit így elkopott, tökéletesen jellegtelen és semmilyen autó volt. A Mustang önmagához igazából 2004-ben bemutatott, ugye 2005-ösként hivatkozott, 197-es Mustangnál talált vissza. Ezt Sid Ramirez tervezte, és végre úgy nézett ki, ahogy egy Mustangnak ki kell néznie. Markáns volt, dögös és egy kicsit faragatlan, de ezért szeretjük. Nem csak a dizájn miatt emlékezetes az 197, azaz az 5. generációs Mustang, hanem azért is, mert ez volt az első Mustang, amelyik saját platformot kapott, ez volt a D2C. Ez nekünk azért nagyon érdekes, mert távoli rokona a DEW platformnak. Ez egy rendes prémium autó platform, a Lincoln LS, a Ford Thunderbird, vagy például a Jaguar S-Type is erre épül, tehát elől-hátul kettős keresztengőkaros. Ezzel szemben viszont a Mustang az elől MacPherson, hátul pedig merev híd, és most mondanám azt, hogy 2005-ben egy Lada futómű konfigurációját kapták a Mustang tulajok, de nem akarom sértegetni a ladásokat, hiszen a Lada elől kettős keresztlengőkaros volt legalább. Na de, a lényeg az, hogy ugyan átvettek egyes elemeket a platformból, megtartották hátul a merev hidat, ami hát egy elég érdekes megoldás 2005-ben, és a Ford ezt azzal indokolta, hogy mert a Mustang vásárlók igénylik a merev tengely nyerségét. Ez egy egészen világbajnok szintű baromság, ugyanis a valódi ok az volt, hogy 5000 dollárral növelte volna meg az autó árát az, hogyha hátra rendes független futómű kerül, de becsületükre legyen mondva, 19500 dollárról indult a belépő 6-hengeres Ford Mustang 2005-ben, ami azért nem rossz ár. Akkor végre a történelmi képbehelyeződés után lelőhetem a poént. Ez az autó itt nem egy 69-es Mustang, hanem egy 2005-ös. De tényleg, ugye láttunk már mindenfajta resztomodokat, ahol átteszik a motort, modern futómű komponenseket építenek be, esetleg raknak be jobb féket. Ez sem egyszerű. De ami itt történt, az lényegesen túlmutat ezen. Ugyanis itt szétvágták a két autót, majd a 2005-ös Mustang platformjára fölépítették az 1969-es kasznit. Egyszerűen hangzik, nem az. Mert ugye egy régi autóba beletenni egy modern motort, tök jó, egyenesen nagyon jól fog menni, még egy kicsit lehet rükközni a futóművel is, de mégsem olyan, mintha lenne egy modern futómű geometriánk, egy modern, esetleg ESP-vel felszerelt fékrendszerrel. És nagyon furcsa itt állni ez alatt az autó alatt, mert látom ezt a könnyű fémet vezet motorblokkot, látom ezt a modern váltóharangot, itt van az az egy darabból leütött alumínium keresztmerevítő, meg persze a landaszondák, amiről a 69-es autó még hírből sem hallott. És úgy összességében, hogyha megnézzük ezt a platformot innen alulról, látszik, hogy a sajtolási technikák, a lemezformázások mind a 21. század termékei, ami nagyon kontrasztos azzal, hogy mit látunk, amikor ez az autó a földön van. Lehet persze itt viccelődni a zsiguli futóművel, de amikor ez az autó megkapta az 5 literes Coyote V8-at, akkor azért gyorsabban körbeszaladt a Nürburgringen, mint mondjuk az E46 M3. Ettől függetlenül ennél az autónál meg is tartották a 2005-ös hátsó futóművet, és nem is tartották meg. Ha megnézitek itt,
ezt a padlólemezt itt elvágták, és innentől hátrafele a 69-es Mustang hátsó részét használják egy csavarral, mert ugye van laprugónk, de ez a tengelyt a 2005-ös Mustang alól érkezik, ami azért is jó, mert van benne sperdifi. Ugyanígy megtartották az 1969-es benzintankot, de belehegeztették a két modern AC pumpát, és ott van a visszafolyó ág is. Nagyon érdekes ötvözete ez a régi és az új technológiáknak. Érdekes, hogy a Mustang nem nőtt meg drámaian az évek során, hiszen a 2005-ben bemutatott 197-es tengelytávja mindössze 3 centivel hosszabb, mint a 69-es autóé. Nyilván ezt meg lehetett oldani, viszont ami már nem volt ennyire egyszerű, az a küszöböknek az illesztése. Ugye itt két nagyon hosszú varratról van szó, ugyanis megtartották a 2005-ös Mustangnak a belső küszöbét, amit hozzáhegeztették, ott bent, amit nem nagyon tudunk sajnos megmutatni a kamerának, az 1969-es autó külső küszöbeleméhez. Így sikerült azt a kasznit összeházasítani ezzel a padlólemezzel. Egészen minimálisan amúgy szélesebb a 2005-ös autó, ezt megint csak a kerékkel el lehet csalni, viszont a sárvédőn egy picit alakítani kellett. Ez itt igazából két darab 69-es sárvédő nagyon gondosan összeillesztve, ezzel hozzák ki azt a szélesítést, ami ahhoz kell, hogy ne lógjon ki a kerék. Viszont a 69-es karosszériája az egészen bebukik ide be a küszöbig, ami hát bután mutatott volna egy ennyire kint álló kerékkel, ezért egy ilyen szép, meglehetősen komplex és nagy elemet kellett létrehozni, ami elcsalja kvázi ezt a szélesedést. Mindenki nyugodjon meg, nem ez a 4 évszakos gumi lesz rajta, ez csak azért van, hogy itt a műhelybe lehessen tologatni, amíg nem megy. Illetve megy, mert motorja már van. Tényleg egyszerűen nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy mennyire elképesztő meló volt a két autót, nincs jobb szó összeházasítani. Nézzétek meg például a tűzfalat. A tűzfal az a 2005-ös Mustang GT-ből származik, de át kellett alakítani ahhoz, hogy legyen megfelelő helye a fűtésboxnak, ugyanis fölötte ez az elem már az 1969-es autóból jön. De hát jöttek a túloldalra, akkor például itt van az ablaktörlőnek a mozgatómotorja. Ez a 2005-ös Mustangé, viszont a mechanika, ami a lapátokat lögdösi, az az 1969-es autóé. Ezt is át kellett műteni. És akkor olyan apróságokról még nem is beszéltünk, mint mondjuk az ablakmosó tartály. De ha visszajöttek ide előre, és megnézitek ezt az alumínium konzolt, ez itt egy Ford logós alumínium hűtő konzol a 2005-ös autóból, és meg kellett oldani azt, hogy ellássa a feladatát, tehát tartsa a hűtőket, és csatlakoznia kell az 1969-es Mustang már meglévő vázeleméhez. Tényleg, vélhetően egy könnyed csukló mozdulat lett volna ezt a modular motort egyszerűen csak beépíteni a 69-es autóba, ehhez képest egy pokoli meló az, hogy a 2005-ös padlólemezre ráültessék a 69-es autót. Mustang GT ebben az évjáratban még a 4,6 literes modular motort kapta meg, ugye a 2010-es frissítésnél érkezett az 5 literes Coyote V8-as 4 vezérműtengelyel, ez még csak 2 vezérműtengelyes, 4,6 literes 300 lóerővel és 460 Nm körüli nyomatékkal, ez egy alumínium motorblokk, kifejezetten sportos, nyomatékos, erős, most valamivel gyengébb ugyan, mint a 7 literes motorja, tehát mint a Super Cobra Jet a 69-es Mach-1-nek, de én azért megőlegezném neki, hogy ezzel a modern sebességváltóval, ezzel a teljesítménnyel még vélhetően így is jobban fog menni. Ismét tök jó volt azon megdöbbenni, hogy magyar szakemberek itthon milyen autókon dolgoznak. Tényleg más élmény az, amikor egy modern autót vezetsz egy régi kasznival, mint amikor egy régi kasznit töltenek fel modern technikával. Ez egy nagyon éles különbség, ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. Nem csináltam még ilyet, de nem tudom elképzelni, hogy ez itt így ne legyen szuper.